Kraz. Harminc holdas pagony. Legutóbb észrevettem, Mici Mackó mézezi a bort. Látta, hogy látom, de csak megvonta a vállát, és annyit mondott, Maci Az is feltűnt, az öreg medve valahogy egyre kopottabb. Igaz, mint mesehős, ő is örökké él, de a 21. század kilátástalansága rányomta a bélyegét. A száz holdas pagony is harmincra fogyott, mert a város terjeszkedésével beépítették az évek során. Bár megmaradt a parkos jellege, angol kert látványból franciára silányulva, a medve szerint kimondottan irritáló, hogy malackától nem messze egy benzinkút vagy bagolyfája mellett egy pláza rondítja az összképet. A régi hangulat visszaidézésére tett kísérletképpen Micimackó elkerített egy nagyobb susnyás területet. Segítettem neki felállítani köré vagy húsz figyelmeztető táblát, hogy tilos a zá, és telepítettünk a kerítés mellé számos bölénycsapdát. Utóbbiba, bölények hiányában, általában csak banyatankos vénasszonyok potyognak, de ez, valljuk be, sokkal szórakoztatóbb látvány. Jó ötlet volt az az ipari kamera rendszer is. Nem gondoltam, a közeli lapótelepről mennyi tini jár szexelni a bokrok közé. Mici ha néha elbújik oda, és morogva ijeszgeti őket. Minél inkább hullahó hó, annál inkább kurva jó, húzta el a száját Mici Mackó az ablaknál állva. Most megint takaríthatom el a lucskot a kuckóm elől, mert valamelyik antisportos vénasszony dob egy hátast, aztán beperel. Mondjuk, ha kitöri a nyakát, akkor csak csendben elásom hátra az ecet falá. Hulla és hózik, mici mackó iszik, hulla és hózik, szebb időkben bízik. Nem vagy ámos? kérdeztem mici mackót szerda este. Ő szokás szerint rímekben felelt. Szárnyára lehajtja fejét, alszik a sárkány, a darázs. Elcsendesül, nem hallik beszéd, se hebegés, se hadarás. Alszik a villamos, és a nyuszik. Az orgyilkos szemében a parázs, ma a tűzgolyók és lufik se durrannak, ne parázz. Most már az a véleményem, Tele van a véredényem! Ezzel a jó kis sárga muskotájjal mosolyodott el, majd újra töltötte a poharamat. Le vagy maradva, mint Nyuszi üzletfelei a húsvéti tolongásban kuncogott, és egy ex felkiáltással fenékigürítette poharát. Mit tehettem? Csatlakoztam. Bőven maradt még a rajzfilmes jogdíjakból. Tavaly mondta is nekem, hogy először át akarták vágni a palánkon, de nem hagyta magát, csak úgy írta alá a szerződést, hogy az ajándék használati és felszerelési tárgyak formájában előállított és forgalomba hozott kereskedelmi hasznosításból befolyt összeg után neki is jár néhány százalék. Így fél évente mindig utalnak egy nagyobb összeget a bankszámlájára. Abból bőven telik borra. Időközönként elugrunk egyik kedvenc pincészetébe, és feltöltjük az almáriumot sok-sok palackkal. Egyszer, ha már almárium, hoztunk egy láda almabort is, de abból még mindig van a sarokban. Kissé savanykás, mint a hangulatunk máma. Egyszer egy átitalozott hétvégén Mici egy teljes verset szerzett. Bár énekelni mostanában már nincs kedve, Helyette saját buszi kútfejéből farag fűszfarímeket. Néha rémeket, mint egy esős vasárnap, amikor közben beszopált három palack almabort. Bár ez a nevezetes vers nem is annyira vízes: Süsü a sárkány és a Zhuangxi Matrix Egyik reggel süsü a sárkány a nadrág zsebében matatott, majd kihúzta kezét, széttárta, s valami furcsát mutatott. Álmomban biza ez voltam, dugta orrom alá tenyerét. Én csak bámultam a sok zseppiszkot, fonnyat vackort és a tegnapi vacsora megszikkadt kenyerét. Meg volt ott egy döglött lepke. Igen, lepke voltam, vígan táncoltam a napon, bár nem így néztem ki szétkenődve, hanem szép voltam nagyon. És most nem tudom, folytatta eltűnődve, nem tudom, melyik lehetem, s hogy tulajdonképpen van-e olyan, hogy magamat zsebre tehetem. De süsű vagy, süsű ki lennél, te vagy jó süsű tehát. Kérlek, ne gondolkozz fasságokon, inkább idd meg ezt a gyógyteát. S egy kicsikét megnyugodtam, de valami mégis megborzongatott. Régóta sejtettem, hogy a sárkány fejében egyszerre több személyiség lak ott. És már úgy hiszem, hogy nincs igazság. Már az lett, amitől féltem én, hogy amit látunk csak csalfa vakság, s ez is csak egy költemény. Bár inkább a négy sorosokat részesíti előnyben. Gondolom, azon nem kell annyit gondolkodnia. Nem is olyan nagy talány, ha nem iszod meg piád, mely örök kész szabja rád, isteni szimmetriád. Na, ígyunk a tigrisekre, kacsintott rám a medve. Egy céges bulin az egyik új film premierje után összejött meggel a Family Guy-ból, egy alkalom erejéig a női mosdóban. Tudod, Írtam egy könyvet a 19 éves lányok hiányérzete egy vámpíros sorozat befejezett évadja után a következő őszi epizódik címmel. Brian azt mondta rá, olyan lett, mint egy hosszú magazin. Autosport magazin? kérdezte Mici mert akkoriban be akart fektetni egy rallycross csapatba, és vagy építeni egy pályát a 30 holdas pagonyban, a benzinkút és a pláza helyére de ez végül nem jött össze neki, ellenben meggel. Mint az internet csak fából? kacsintott a lányra, aki vette a lapot. Utána döntötte el Mici Mackó, hogy neki is írnia kell egy könyvet, meg ültetni egy diófát a benzinkút helyére. A női mosdót esetleg nem bontatja le, de rak bele egy kényelmes ágyat, akkor majd nem húzódik meg a dereka. Mici Mackó gyakori borozgatásai során sokszor kerül filozófikus állapotba. A kezébe akadó papírfecnikre ilyenkor, ha már aznap ráfaragott a rímfaragásra, a gondolatait jegyzi. Az utókor és saját maga számára, mert másnapra úgy is elfelejtené. Egy ideje visszatérő téma a bor és a nők. Medvénk szerint a Sardoné olyan, mint egy vámpir énekesnő, aki az anyósülésen szex közben a mezitlábját a szélvédőre nyomja, miközben ritmikusan mocorogva egy fülbe fülbemászó dallamot dúdolgat, ja és hajlamos kiszívni a nyakadat. A késői szüretelésű tokai sárga muskotáj egy olyan édes lány, aki mindig elcsábít, újra és újra, akkor is, ha nem akarod, mert emlékszel, mi lett a múltkor is, hiszen sosem enged annyira közel magához, csak fájdítja a medve szívet, amikor máskor mással látod. Szóval már majdnem jégbor. Ellenben egy könnyed cserszegi fűszeres egy olyan 22 éves hölgyemény, akinek a színjátszás csak egy kaland, s bár gyorsan ledobja pólóját, s beleéli magát a női főszerepbe, de nem lehet rá építeni, mert a gyerevelem a málnásba pájlotja, Max az első évad után már lelép, mert azt mondja, valami újat keres. Így mi alatt te egy év alatt kettőt öregszel miatta, ő csak fiatalodik, és a tőled kapott pólót dobja le egy újabb főszerepért, a tőled kapott bugyi mellé. Persze nem neked. Szerintem a félédes Otelló egy olyan félvér fekete párduc cicus, aki bár az EU-ban illegális, de tud egy némely dolgot, ami kortyogatás, nem harabdálás közben, felidézi bennem ifjú kandúrkorom szép emlékeit. Tegnap kimentünk megnézni az elkerített rész északi sarkán a szűzhavat, de két menyét összetapicskolta. Mici mackóból erre kitört a vadállat. Üvöltött és üvöltött. Én is ugráltam morogva egy kicsit, de valahogy elillant a hangulat, és csak a medve bömbölt a lakótelep felett lemenő napra. Itthon azért felrakott a Facebookra egy fotót a panelházak feletti naplemenésről, vöröslő felhőkről. Ezekre is egyre kevesebb lájkot kap, ami méla bússá teszi. Mondjuk a képen nem látszik a két megkötözött mennyét. Nyugi, Mici Mackó, ennél már nem lesz szarab. Mondom elgondolkozva rajta, hogy dehogy nem. Tigris, te egy optimista állat vagy, válaszol a medve, majd bont egy bort.